Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a leges-leges legújabb videóban, amiben most egy magyar készítésű, fejlesztésű horror játékot fogunk kipróbálni, ami nem más, mint... az Imperium! Aulich Mark eltűnése! Demo verziója! Azért nagyon különleges ez a játék, megmondom nektek az őszintét, mert kedves aranyos barátom, haverom, csótányom készítette a játékot, méghozzá Henrik, azaz Max. Ő neki van egy animációs csatornája, több My Cinemában is segített, továbbá most az animációs sorozatban is segítkezik nekem, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. De igazából nem ezért nagyon különleges ez a játék, hanem mert én is szinkronizálok benne, több egy magammal, nagyon sok jó videós van benne. Van egy folytatás gomb, pedig még nem kezdtem el. Na, új játék! Nézzük! Aulich Mark! Mit jelent a siker? És mit érdemes megtenni az érdekében? Ez Vidman. Érdemes elmenni a sikerért? És mi az ára annak, hogy valaki eléri azt? Vidman. Ezeket a kérdéseket Aulich Mark tudná a legjobban megválaszolni. Kár azonban, hogy két nappal ezelőtt nyoma veszett, így nem tudjuk megkérdezni. Az alig 26 éves fiú, aki 3 évvel korábban elnyerte az ország legrangosabb színésze kitüntetést, most köddé vált. Köddé. Hogy mitől? Na. Csak találgatni tudunk. Ez igaz. Talán az egyre dagadó hírneve vitt el, vagy a hája. Paranormális végzett vele. Talán a bánat, amit korábbi versenytársas egyben legjobb barátja halálhíre okozott. Vagy a bánat! Ezekre a kérdésekre nem fogunk tudni válaszolni, azonban ti talán közelebb juttathattok minket a válaszhoz. Az a bánat, barát! Ez nem jutunk előre egy lépés sem, de szükségünk van a segítségetekre, hogy biztonságosan véghez tudjuk vinni ezt az ügyet. A rendőrség Aulich Mark zugligetiből való eltűnését követő, első nyomozási jel paranormális, átlagostól eltérő eseményekről számolt be, ami miatt a kiküldött 5 nyomozó közül 4 nem hajlandó tovább folytatni a munkát megfelelő biztonsági intézkedések nélkül. Nincs vese! Eléget van szükségünk a ti segítségetekre. Paranormális nyomozóként elvárjuk tőletek, hogy felülvizsgáljátok, hogy az Aulich villában található-e bármilyen paranormális entitás, ami veszélyt jelentett a nyomozóinkra. Választ kell találnunk Aulich Mark eltűnésére. Á, semmi paranormális nem lesz itt, úgy ismerem. Valószínűleg nem lesz semmi paranormális. Bemegyünk, megnézzük a porcicákat, azt jövünk is haza. Na, halló! Hello! Ervin! Nyugi, hallak. Ez jó, oké, csak biztosra akartam menni. Na szóval, azt hiszem már tudod a dolgod. Mindaddig, amíg megtalálod Aulich Mark házát, amíg bent elvégzed az éjszaka folyamán a feladataidat, és amíg el nem hagyod a birtokot, itt leszek ezen a rádión, és tartom veled a kapcsolatot. Szuper. Én legalább kevésbé érzem majd magam halálra rémülve, ha valami furcsa történik a házban. Miért? Úgy gondolod, tényleg van ott bent valami paranormális? Őszintén? Nem tudom. A srác az eltűnés előtt kiposztott egy halom random felvételt a saját házában furcsa alakokról, paranormális jelenségekről. Elsőre ez amúgy tipikus hatásvadász videónak tűnik. Ráadásul a Pali otthon volt a filmvilágban, percek alatt összedobhatta őket. Az azonban nem nyugtat meg, hogy a rendőrök is megerősítették a furcsa eseményeket. Sokan gondolják azt, hogy egy reklámfogás valami újhoz. Elvileg ugyanezért tűnt el szeptember óta a nyilvánosság elől. Én azt hallottam a legjobb barátja halála miatt. Lengyel Áron? Lehet, nem tudni. Minden esetre reménykedjünk abban, hogy ez egy előre kitervelt színészi szitu. Ő megkapja a hírnevét, mi pedig a pénzünket a munkáért. Win-win! Ez én voltam, meg Max. Na, én vagyok a rádiós, én vagyok a székes csávó, úgyhogy segítek saját magamnak magamon. Azt mondjak, van egy térképünk, és ott van az Aulich villa. Most azon a ficakon vagyok ott. Szóval, hogyha én erre megyek, majd le. Aha, itt vannak dobozok. És amúgy itt vannak még ilyen felfedezésre váró dolgok? Például itt, vagy nem tudom, valahol, valamilyen felfedezni való dolgok? Amúgy erre kell menni, ha minden igaz, nézzük meg, jó, oké. Ez egy kész labirintus itt az elején, de eddig megszel vagyunk, nem félek. Azt kell, hogy mondanom, rossz irányba fordultam, tudom, de megnézem. Ó, wow. Na, és itt el is lehet menni a tengerhez. Szép. Vissza a nyomozáshoz. Ahuklik! Mark eltűnt. Elvileg valami paranormális dolog lehet itt a háttérben. Na most valamennyire tisztában vagyok a játék sztoriával lévén, hogy én szinkronizáltam benne, de azért megnézzük, mert láttam már képeket Max-től, hogy hogyan néz ki maga a játék. Tökéletes. A feladatod egyszerű lesz. Kamerákat kell felszerelned a szobákba. Ez abban fog segíteni nekünk, hogy az éjszaka teljes egészében rálátásunk legyen a ház minden részére. Emellett fontos, hogy minden
mindent, amit a házban teszel, a fejre rögzíthető kamerával felvegyél, hogy később ellenőrizhessük az anyagot. Másrészt a kamera élőképet küld nekem, szóval látni fogom, ha valami baj történne veled. Ez mit ne mondjak, nagyon megnyugtató. Na, oké, kamerák felhelyezés, Azt mondja, VHG gombok jelzik, hogy egy adott szobán melyik irányba tudsz tovább lépni, királyság. Az egér villogó bal gombja jelzi, ha egy szobába be tudsz menni. Ilyenkor csak egyszer kell kattintanod az ikonra. Sírálj, király. Az egér nyomva tartott bal gombja jelzi, ha egy kamerával interakcióban léphetsz. Ilyenkor lenyomva kell tartanod a bal gombot. Köztes! Ide rögtön be tudunk menni. Nagyjából a játék, mivel hogy ugyanazzal a motorral készült, oda fel is tudok helyezni egy kamerát. Mivel hogy a játék ugyanazzal a motorral készült, amivel, hogyha jól tudom, a Five Nights at Freddy's, ezért nagyban hasonlít maga a játékmenet, csak ez sokkal jobb. Amúgy kifejezetten tetszenek ezek a Max-es modellek, amiket ő használt. Mert hogy ő csinálta mindent, tehát amit itt láttok, minden az övé. Ilyen házban akarok én is lakni. Gondoljátok már el, ezt mind ő modellezte, az azért nagyon sok idő lehet. Hoppá, kamerát ide. Ez a nappali lesz, királyság. D-vel tudunk arrébb menni. És ide menjünk belsőnek. Oké, itt is... Ó, mennyi mosógép van ebben a házban? Vagy mi az? Ja, a mosógép. Oké, ide is felraktuk a kimcsi-kamcsi-kamcsi-kamcseráit. Nézzük még meg ezt a szobát. És ide is felraktuk. Kész vagyok. Tökéletes. Menj a lépcső mellett lévő szobába, és végigvezetlek azon, hogyan aktiválhatod a kamerákat. Ez az. Na, szóval kedves, én hogyan aktiválhatjuk a kamerákat? Elvileg van nálad egy pendrive. Helyezd be a gépbe, majd indítsd el. Van rajta egy program. Én behelyezem. Telepíts fel, és utána mondom a többit. Milyen jó ez a kis vlogger kamcsi. Na, behelyezem, hogy kell? Hogy először be kell kapcsolni a gép. Wow! Enter, nagyon király! Wow, működő Windows, na nem szórakozz már. Na. Ja, most kell a pendrive, igen. Milyen ezek a hangok, hallod? És akkor itt van ez. Security Cam Exe. Telepítsük fel. Ez nagyon zsivány, ez nagyon betyár. Nagyon betyár, Max. Szuper, indítsd el! Várj. Van itt egy mappa. Már a neve is különös. Jó, oké, ez nem teljesen szakszerű, de nézd meg, mi van benne, kíváncsi vagyok. Na, nézzük meg. Ja igen, enter a kilépéshez, és akkor nem tudom ezt elindítani, nem. Amikor már nem leszek, na. Harmadik országos színészverseny, második forduló, 17. felvételi meghallgatás. Ez a karnó. Alany, Aulich Márk. Vizsgáztatók, Farkas Márton és Sárközi Anna. Kedves Márk, mindkettőtől fejenként egy kérdést fog kapni a színészi hivatáshoz fűződő hitvallással kapcsolatban. A válaszok hossza az ön kezében van, azonban mindkét kérdés megválaszolására egy-egy percet fog kapni. Lehet tárgyilagos és rövid, de válaszolhat részletekbe bontakozóan is. Az én személyes kérdésem az lenne önhöz, hogy mit jelent ön számára a színészet? A színészet egy új... Ez meg a Dani! ...meg előttem. Elhagyhatom azt, aki vagyok, s lehetek egy olyan, aki még nem voltam. Betekintést nyerhetek egy más életbe, és érezhetem azt, amit a karakter érez, akit alakítok. A színészet számomra az átváltozást jelenti. Egyfajta mágikus transformációt. Rendben, köszönöm. Az én kérdésem, kedves Márk, az lenne, hogy mi az a határ, ameddig képes elmenni azért, hogy ön sikeres színész legyen? A szeretteim elárulása. A siker fontos kulcsa a jövőmnek. Egy cél, amit kitűztem magam elé, és addig nem nyugszom, amíg el nem érem. Tudom, egy relatív kifejezés, de én mégis tisztán látom magam előtt, és azt is, hogy milyen távol van tőlem. De akármilyen közel is kerülök hozzá, a barátaimat sohasem árulnám el azért, hogy elérjem a siker kapuját. Köszönjük, Márk. Értesíteni fogjuk, ha tovább jutott a harmadik fordulóba. Különös. Sohasem hallottam még a selejtező nyújtott produkcióit. Annyira nyugodtnak és félelmetesnek tűnik néha. Na de visszatérve a tárgyra, nyisd meg a kamerakezelő programot az asztalon. De én még meghallgatom a másikat. Fogalmam sincs, miért veszem most ezt fel. Talán egyfajta naplóként, vagy nem is tudom. 2021. február 6-a van. A magány ebben az irreálisan drága házban sokkal elviselhetőbb, mint gondoltam.
Jaj. Nincs itt senki körülöttem, akinek fájdalmat okozhatnék, és senki nem tud fájdalmat okozni nekem. Vagy teljesen máshogy beszél itt. Az a helyzet, hogy próbálok eltűnni egy időre. Nem csak a média elől, hanem a saját tetteim elől is. Csak mintha valami ezt nem hagyná. 3 napja furcsa dolgok kezdtek el történni körülöttem. Nem tudom pontosan leírni még, de egy olyan érzés kezdett eluralkodni rajtam, mintha nem egyedül lennék. Ja, ez lehet azért van, mert már 2. hónapja élek itt magam. A bejáróna is naponta egyszer látogat. De mégis, mintha valami paranormális fogná el ezt a házat. Mintha lenne itt valaki. Hagyjuk az egészet, semmi értelme. Na szóval, mivel én csak a saját részeimet mondtam föl, vagy hallottam a játékból, ezért fogalmam sincsen az egészről. Meg ugye nem is láttam, hogy milyen lesz a játék maga. De arra következtetek, hogy így meghallgatva ezt a 2 nyers fájt, valami olyan érzésem van, hogy Aulich Mark elárulhatta a barátait. Most ez csak egy ilyen nagy következtetés valamiből, de majd meglátjuk a vége felé, hogy mi kerekedik ki. Ez még csak a demo, de amúgy 5 fejezetre van bontva. Na nézzük a security comot. Egyszerű lesz a dolgod. Ha valamelyik kamera az éjszaka folyamán esetleg elromlana, a megjavítása után a restart gomb nyomva tartásával tudod újraindítani őket. What? Hello? Nem szeretnélek megijeszteni, de látok valakit az egyik kamerán. Mi? Az hogy csugnya lehet? Várj, megnézem. Ó, jaj. De itt hát, csutkára ott. Nagyon nem jó. Na nem mondod, hogy ez nagyon nem jó. Nélküled ki sem találtam volna. Figyelj, van valami, amit nem mondtam el neked. Szóval utána néztem az Aulich felvételeinek, amit posztolt, és azokon több helyen is feltűnik pont ugyanez az alak. Ezek Chávez szerint, ha a kamerákon is megjelent, akkor végleg kilőhetjük azt, hogy ez az egész egy reklámfogás. Mi? Egyre jobb. Most már a kamera is meghibásodott. Semmit nem látok. Hát ez csodás, figyelj! Ne es pánikba! Mondom, mit tegyél! Menj oda, ahol a kamera inaktív lett, és javítsd meg! Nem nagy cucc, csak az oldalán lévő gombokkal újra kell indítani. Viszont, ha bemész, és az a valami ne adja Isten előtted állna, rögtön kapcsold ki a zseblámpádat, hogy és hallgatózz. Ha léteket hallasz, minden rendben, visszakapcsolhatod a lámpát, és fuss azonnal vissza. Utána néztem, és a leírtak alapján ez a 2 szellemfajta egyike. Egyik típus sem szereti a sötétet, szóval ez lesz a fegyvered. Na most, azt kell még tudni róla, hogy... És ha téved? Milán? Itt vagy még? Milán! És ha nincs igaza, a játékmenet. Na, tartsd szemmel a kamerákat. Abban az esetben, ha az egyik meghibásodna, vösd! És az egérgombok navigációjával menj abba a szobába, ahol a kamera elromlott. Na most honnan tudjuk, hogy melyik elromlott? Az egérikonok minden ajtónál fel vannak tüntetve, melyik kamerához vezet az adott szoba. Királyság, királymód. Ott van a kamera, amint megtaláltad a megfelelő helységet, a kameráknál található egérikonra hosszan kattintva tudod megjavítani az eszközt. Ha sikerül, az ikon eltűnése és egy hang fogja ezt jelezni. Ezután már csak annyi a dolgod, hogy visszafuss az irodahelyiségbe és az adott kamerához tartozó restart gomb megnyomásával újraindítsd a kamerákat. Remek, jól hangzik! Utadat azonban kísérheti más is! Oh my god! Ha ismeretlen alak állna előtted, a control gomb egyszer megnyomva tudod lekapcsolni a zseblámpádat. Hegyezd a füledet, mert csak akkor kapcsolhatod vissza a lámpát, ha halk lépteket hallasz. Mozog gyorsan a játék, a rejtélyes alak többször is megtalálhat. Ajjajjaj! Ne, első fejezet! Pont itt van alatt, Aulich rejtély kezdete. Na, lássuk azokat a kamcsikat. Nem hibásodott meg egy sem. Minden pöpec! Minden pöpecül működik, tesám. Mi lesz a következő szisztéma? Eddig jól néz ki, mi... Hoppá! 1, 2, 3, 4-es volt. Akkor a 4-es kamerád, de az melyik szoba volt? Áááá, nem tudom! Oké. Azt mondja, jaj, és ott számolja az időt. 4-es. Elment, oké, hallottam. Nagyon-nagyon halkan. Úristen, ennyire halkan lehet hallani csak a lépteket? Vissza a szobába gyorsan. Itt ugye nem tűnhet fel. Várjál, 4-es. Oké, restart. Ja, így nyomva tartva, igen. Hoppá, bár is megy, pöppec! Pöppec, kérem szépen, pöppec, nem lesz itt baj.
faszbofóbiához képest semmi, nem. 1, 2, 3, a 3, és ez nagyon messze volt talán, nem? 3, ja itt van. Ugye ez volt az, na, kontroll kell nyomni? Nem, oké. Megszereljük. Királyság. Eddig sima a terep. Oké. Megszereljük. Nagyon pöpet. 4 kamerával még elbír ez a kis zsédavocska. Kérdés az most, úristen. 7 percig itt kell így forognom, pörögnöm, és gondolom egyre nehezedik majd, nem? Eddig nagyon jó. Ajjajajajaj, a 3-as kamera. Amúgy, hogyha itt maradnék, és nem mozdulnék, akkor is megtalálna? Majdne. Megvan, királyság. Érted? És ott van, és néz. És nagyon néz. Na. Fürdő, ezek nagyon jó. Ez melyik szoba lehet? Háló? Vagy az, amelyik ilyen gardrop szobának nézem. Szerintem ebbe furtam föl legelőször. Nem vagyok biztos benne, de lehet. Na tessék, akkor most menjünk és nézzük meg, hogy az melyik volt. Azt a büdös! Ha még jó, hogy újra próbálom, haver. Hát itt ilyen gyorsan kell reagálni. Na ne szórakozz már, Maximilián. 8 perc. Hátra van még 8 perc. Úgyhogy, hogyha nem mennék, akkor érdekelne? Vagy egyre több kamera romlana el? Vagy mi lenne? Itt egyszer csak megtalál? Majdnem megint ugyanaz. Hogy lehet itt S? Oké. Majdnem nem néztem meg, hogy az hányas. A. Nem is ez? Melyik volt akkor? Wait a sec. Na várjunk, most akkor megnézem megint. 1-es, 2-es, 3-as. 4-es, én meg akkor miért megyek be oda? Nagyon gyorsan kell itt reagálni, tess. Hol van? Itt van. Nagyon jó. Most visszafelé vigyázni kell. Oké, nagyon jó, eddig jó. Eddig pöpec. Oké, 4-es, restart. Na, én meg elmentem az egész házba, érted? Össze-vissza mentem. Nem lehetne ezt kintről megfigyelni? Nem tudom, valahogy nem lehet ezt kintről megfigyelni? Hát nekem ez nagyon stresszes. Aj, ne már. 3-as, jó, az itt van a közelben. Oké, király még nincs itt. De még visszafelé ott lehet. Oké, megvan. 3-as. Javítsuk meg gyorsan. Oké. Már csak 5 perc. Hú, nekem ez nagyon stresszes, gyereke. Hát nekem ez nagyon stresszes, és fú, de rossz, hogy elment ez a rádió, te. Nincs itt senki. 2-es, ne, az megint ugyanott van. Én nem bírom. Kontroll! Oké, kontrollra készülj! Nagyon megijedtem! Ugye nem lesz itt? Oké, királyság. Te hallod? Úristen, na, kontroll! Ott van! Amúgy ez itt tök para, mert nem akarom újra kezdeni. Jó. Na, restartoljuk azt a 2-eset, plesz. Oké, 4 perc. Amúgy jöhetnék itt a sötétbe így. Vágod, és akkor senkit nem érdekelnék. Nem, sötétbe, nem. Diszkót nyomhatunk itt. Aj, nem, 3-as. Itt van a közel, kontrollra készülj. Kontroll. Oké, visszafelé még lehet, kontrollra készülj. Oké, 3-as megvan. Ott van, kérem szépen. Ez a 4 perc. 4. És megmenekülök, mármint, hogy biztos, hogy nem menekülök még meg ennyitől. Nem szeretem ezt a 2-eset, mert az olyan messze van. Lekapcsoltam a villanyt, kérem. Oké, királyság. De nem szeretem. Egyszerűen, srácok, kifogott rajtam ez a game. Komolyan mondom. De ebb tudom megcsinálni. Kivágtam, de amúgy vagy 6-szor kezdtem újra, és a rekordom az volt, hogy 3 perc. 3 percig jutottam, max, elkapott. Egyszerűen olyan halkan sétál el, hogy nem hallom, hogy most az a zenében van, vagy séta.
Úgyhogy én azt mondom, hogyha ti szeretnétek, hogy legyen folytatás, akkor újra megpróbálom. Újra megpróbálom, és megpróbálok most majd eljutni a végére. Most egyelőre nem ment, viszont ti kíváncsi vagyok, hogy ti vajon el tudtok-e jutni a játék végéhez, ugyanis ott van a leírásban, ahonnan le tudjátok tölteni ezt a játékot. Szerintem mindenképpen érdemes egy próbát tenni vele, mert amúgy tök jól néz ki, meg tök hangulatos az egész, meg borzasztóan ijesztő, szóval aki bírja az ilyet, az hajrá, hajrá! Én most viszont búcsúzok, kösz, hogy itt voltatok, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek folytatást, iratkozzatok föl, és lesétek meg a leírás, ott van a pálya. Letöltési linkje, tovább a menő zsidós cuccok. Köszönjük, hogy itt voltatok, nézzetek!